Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, ez a Főhős, a Hír TV Sztár magazinja. Mai hősünk ki más lehetne, mint a főpolgármesteri tisztségre hajtó Kálmán Olga. A magát függetlennek és objektív újságírónak mondó volt tévés műsorvezető korábban tagadta, hogy valaha politikai pályára tévedne, de Dobrev Klárának nem tudott ellenállni, és elfogadta a felkérést. Lesz majd ez. Másolta? Nem. Semennyit? Semennyit. Senkiről? Senkiről. És ez? Tettél bármiféle szexuális ajánlatot Bauka Évának? Kezdjük azzal, mielőtt erre válaszolni, nem. Tehát kezdjük azzal, hogy azt is lemucikáztad, mint az előbb engem. Bemutatjuk majd ezt is. Az európai parlamenti választás szerintem pontosan megmutatta, hogy a választóknak az az akarata, azt szeretnék, ha minél több új szereplő lenne a magyar politikában. Mielőtt felidéznénk, ki is Kálmán Olga, megmutatjuk, hogyan mutatta be rendkívüli sajtótájékoztatón a DK főpolgármester jelöltjét Dobrev Klára. Az EP választáson a szerintük mindent elsöprő győzelmük óta Gyurcsányék már Budapestet is birtokba vennék. A mai napon egy olyan főpolgármester jelöltet bátorítottam, és egy olyan főpolgármester jelöltet szeretnék a budapestiek figyelmébe ajánlani, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy megalkuvások nélkül és kőkeményen küzd Orbán rendszerével szemben, és az őt mindenben kiszolgáló Tarlóssal szemben. Az, hogy Kálmán Olga Gyurcsányék kedvenc műsorvezetője, mi sem bizonyítja jobban, hogy kétszer is felkérték, hogy legyen kormány szóvívő. Először 2004-ben, de ő nemet mondott. Ezt azzal magyarázta, hogy a kormány szóvívői poszt után nincs visszaút az újságírói szakmába. Hát aki elmúlt 12 éves és hisz Kálmán Olga függetlenségében és objektivitásában, az ennél rosszabb dolgokra is képes, az hisz például a Mikulásban és hisz a tündérmesékben is. Hát Kálmán Olga pontosan annyira független, mint Havas Herrik, mint Farkasházi Tivadar, Bánó András, vagy éppen Friderikus Sándor, hogy Svábi Andrást meg se említsem. Szóval vicc ez az egész, amit itt felépítettek, ezt a mítoszt, hogy függetlenség meg objektivitás. Hát pontosan láttuk Kálmán Olga teljesítményét és pályafutását, hogy ő hogyan viselkedett, hogy a fideszes politikusokat mindig csesztette, arrogáns volt és provokatív. Nem voltam meglepődve. Nem, egyáltalán. Nekem Vona Gábor jutott eszembe. Furcsa volt Kálmán Olgáról, mert talán pont az előző héten, vagy talán azon a héten volt, amikor Vona Gábor nekiállt rappelni, és ezzel promózni a saját YouTube csatornáját. És ugye akkor többen szégyenkeztünk a volt Jobbik pártelnöke helyett. És egy kicsivel korábban, ugye az EP választásokat megelőzően Kálmán Olgának is volt egy ilyen videója, amiben egy kisjúval próbált a szavazásra buzdítani, ilyen furcsa vágásokkal, és akkor is hasonló érzése volt az embernek, hogy ez már nagyon-nagyon kényszeredett. És ugye a logikája az volt ennek a történetnek, hogy Vona Gábor sem találja a helyét, nem jött be az az új vállalkozás, amire azt gondolta, hogy meg fogja váltani a világot, és Kálmán Olgának sem, miután ugye Kurtán Furcsán a Simicskista Hír TV-ből távozott, ő is azt gondolta, hogy a saját neve el fogja vinni az újonnan indított online adását, nem jött be, és hát valószínűleg itt a kereslet és kínálat megtalálta egymást, Gyurcsány Ferencnek kellett valaki, akivel a Karácsony Gergely meg tudja folytani, és Kálmán Olgának is kellett most már valaki, aki emeli a mocsárból. Kálmán Olga tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán végezte magyar nyelv és irodalom, valamint népművelés szakon. 1994-től dolgozott a Magyar Televízió Nyugat-Magyarországi regionális stúdiójában. Szombathelyen szerkesztette és vezette a politikai és közéleti műsorokat. Ez alatt párhuzamosan heti 3 napot Budapesten is dolgozott, mint az MTV híradó műsorvezetője, szerkesztő riportere. 1998-ban a Hét műsorvezetője, illetve 1999-től az Objektív tudósítója. Szintén ebben az évben a Szabadság tér című reggeli műsornak volt a szerkesztő műsorvezetője. Ugyanebben a beosztásban dolgozott a Rádió Bridge-nél, 2000-től pedig az Inforádiónál. 2003-tól az ATV televíziós csatornánál lett szerkesztő műsorvezető. 2005-től pedig a televízió csatorna hírigazgatói posztját is betöltötte.
az ATV Egyenes Beszéd című műsorának állandó műsorvezetője volt egészen 2016. decemberéig, amikor felmondott az ATV csatornánál. 2017. február 14-től Simicska Lajos kérésére átigazolt a Hír TV-hez. Új műsorával, az Egyenesen Kálmán Olgával 2017. március 13-án jelentkezett. 2018. augusztus 1-én megszűnt a műsor a csatornánál, ahonnan távozott. Azóta internetes adásokat vezet, vagy éppen saját vlogján ténykedik. Média történeti pillanat volt, amikor Pokorni Zoltán fakétnél hagyta a műsorvezetőt. A balliberális média azonnal Olgát emelte trónra, holott a háttérben teljesen másról volt szó. Orbán Viktor Esztergomban azt mondta, hogy minden voks kell, hogy meg tudjunk indulni a kormány ellen. Aztán ehhez a nép akarat adhat felhatalmazást, mármint hogy a kormány elleni fellépéshez. A Reutersnek azt mondta, hogy a lázadás nagyon komoly jelentésű szó a magyar közéletben, ezért nem használja, a népnek viszont joga van az ellenállásra. Aztán azt mondta, hogy a kormánynak nincs mandátuma, nincs felhatalmazása, az ilyen típusú megszorító intézkedéseket nem hozhatta volna meg. Na ezt kérdezi öntől Hiller István, hogy ezekkel a gondolatokkal ön például egyetérte, erről szól-e az önkormányzati választás? Hiszen ön is jelölt. Majd válaszolok neki. Nekem nem válaszol? Nem. Akkor ne válaszoljon most Hiller Istvánnak, válaszoljon Hiller Istvánnak. Az, amit Orbán Viktor mond, az az... Önök miért hívtak ide ebbe a műsorba, elnézést? Hogy a napi aktuális politikai kérdésekről beszéljünk. Én ezt lődnek tartom. Mit? Ezt, amit művelnek. Szerintem... Mármint, hogy mi? Önök, illetve az MSZP, Hiller István és Gyurcsány Ferenc. Tehát ez a... Hallottam az elején, hogy valami rádió kapott egy névtelen fenyegetést. Azt megkérdeztük a Nemzeti Nyomozó Irodának. Szerintem ez egy ócska blöff. Az is, amit a rádióval kapcsolatban művelnek, azt is, amit most Orbán Viktorral vagy velem kapcsolatban művelnek. Ami a rádióval, ha nem haragszik, befejezni bocsánat, a mondatot. Csak egy fél mondat. Ott a Nemzeti Nyomozó Iroda megkezdte a nyomozást, tehát azt hagyjuk rájuk. Uh-huh. Mi beszéljünk a politikáról. Nem kívánok. Nem kívánok. Én szívesen beszélgetek. De miről? Szívesen beszélgetek aktuális politikai kérdésekről, de ostoba blöffökről. De ez nem aktuális. Nem. Alelnök úr, ez nem aktuális politikai kérdés, hogy az ön pártelnöke mit nyilatkozik? De. Hogy képzeli el az önkormányzati választásokat? Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Olga gyakran csatázott Tarlós István főpolgármesterrel, aki most az ellenfele lehet. Tarlós leosztotta Olgát, aki azonnal a női kártyával rukkolt elő. Lassan én Móriczka szerepébe kerülök önnél, mindenről én jutok az eszébe, ami... Ne reménykedjem. Ami egy, hát, ne reménykedjek? Hát akkor hagyjuk is. Maximum, szóval... ha lerobbant BKV buszokról jut eszembe. Na de bocsánatot kérek. Én nem arra gondoltam, azt hiszi. Pontosan erre gondoltam én is, nem csak buszokra, metrókra is. Drága szerkesztőasszony, arra a kérdésére én adtam egy értelmes választ. Ezt általában 90-es IQ fölött meg szokták érteni. Hogy ön nem értette meg, ez legfeljebb a kialvatlanságával hozható összefüggésbe. Minden nőt így szokott sértegetni, vagy ez csak én érdemlem ki magától? Hát nem, csak egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudunk egy ilyen kérdésen túllépni, mikor ettől sokkal lényegesebb problémák hát, vannak a értelmes válaszokat kapok, akkor én azonnal túllépek. Nem lehet együgyű kérdésekre értelmes válaszokat adni. Gondolja? Uh-huh. Ez a nyitja? Ez a titka? Nagyjából igen. Jó, akkor legközelebb majd a válaszainak megfelelően fogok okay, kérdezni. Oké, köszönöm, hogy itt lehettem. Azért hoztam ezt a ciklámet magának, mert ennek olyan virágai vannak, hogy olykor elhervadnak, olykor kivirágoznak. És műanyag cserében ha van. Ha ápolják, akkor kivirágzik. Úgyhogy fogadja ezt el tőlem. Há, nagyon köszönöm. Én már ide vagyok kötöző, úgyhogy csak félig meddig tudok felállni. Hát, én nem vagyok oda kötve, úgyhogy ezért is hoztam én ide. Köszönöm. Oda. Ennek az ajándéknak nyilván nem örült annyira, mint annak, amit Schmuck Andortól kapott egy interjú előtt. Egy fehér nemű zacskót küldött be az ATV-be, a most már szintén leendő ellenfele. Olga tagadta, hogy bugyit kapott volna, később parfümről beszélt. Most a Schmuck Andor küldött egy Victoria's Secret-et? Igen, hello.
Mi az? Nem, nem vennéd elő? Jó, azt mondtam, hogy vásárt. Bízunk a fantáziára? Gyere, elrakom, berakom. A párt 7. kerületi polgármester jelöltje, Mogás Dániel a vendégem. Jó estét kívánok! Kedvi csókolom! Most már egyre több helyütt hallom, olvasom azt, politológus erről értekezik, hogy még esélyük is van. De erre számítottak az elején is, vagy ez csak egy teljes brahi, egy teljes vicc, és hogyha tényleg valamelyik jelöltjük például ön nyerne, akkor kétségbe esnének? Hát először is kedves nevét szabad, Kálmán. Kálmán Olga. Mindegy is. Kálmán Olga. Igen? Egyébként melyiket szereti jobban, a Kálmánt, vagy az Olgát? Kálmán. Szerintem is az jobban illik. Kálmán, az van, hogy alapvetően biztos a nyerés. Mert átgondoltuk ezt az egészet, többen nem most kezdtük, hanem legalább egy hete, tehát bőségesen át van rágva minden egyes akta, és szinte biztos a nyerés. Nem akarok most adatokkal dobálózni, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy mi nyerünk, mint bárminek jelenleg. Mi alapján? Hát több minden alapján. De a mondtam, minden hogy az mi? Tudom, nem dobálózunk aktákkal. Egyenes kérdéseket várok, Béla, vagy Kálmán, bocsánat. Kálmán. Nézze István, azt mondja, hogy rengeteg akta, meg nem tudom, mivel nem dobálózunk, én se szeretnék itt dobálózni, de azért valamit mondjon egyet. Mi alapján gondolják azt, hogy nyernek? Statisztikai adatok alapján. Milyen statisztikai adatok? Kim van a kocsiba? A kocsi tele van statisztikai adatokkal? Igen, igen, de hát most nem hozom be, meg rohadt nagy vihar van eleve. Vihar van kint? Jó. Hát itt nem látszik, mert nagyon nagy a tisztaság. Nem a tisztaság miatt, hanem hogy tető van a fejünk fölött. Bemaradt a rágógumim, és ezt ragassza az asztalra. Lehet? Persze. Köszönöm szépen. Tudni kell, hogy Mogás Dániel egy humorista, és ennek megfelelően is ült be Kálmán Olga stúdiójába, de hát meglehetősen felkészült volt, és azonnal az első percben már kizökkentette Kálmán Olgát a szerepéből, aki aztán ebbe a szerepébe vissza se tudott térni, és teljesen kisiklott az a beszélgetés. Kálmán Olga nem tudta kezelni, nem tudta kordába tartani azt az interjút. A műsorvezető a stúdiós összebeszélések nagymestere volt. Csak néha túltolta. Következik Fiala János műsora, messziről jött ember. János, ma kivel fogsz összeveszni? Nem fog szerintem senkivel se összeveszni, megpróbálom a vendégnél elérni, hogy ne essen hasra. Szerintem ez lesz a maximum. Ennyit? Ez lesz a műsornak most így a csúcspontja, tehát ma senki nem esik hasra. Azt nem tudom, hogy lesz-e neki egyáltalán csúcspontja, de hadd kérdezzem meg már tőled, hogy a kedves vendég miért nem mondhat olyat, hogy hatékonytalan? Én is szoktam olyasmit mondani, hogy fontostalan, én nem lehet ő egy kozinci. Én nem kazincikat várok, és mondhat persze a kedves vendég bármit, de hatékonytalan ilyen szó nincs, és akkor én meg kedves műsorvezetőként hadd javítsam ki a kedves vendéget, hogy akkor fogalmazzunk legalább mit a nagy nyilvánosság de előtt. De hogyha egy nyelvújító. Ja, nyelvújító? Még itt van Heltai László. Ön egy nyelvújító? Részben igen, de ez nem volt helyes részemről ez a használat. Na János, a vendég bevallott a tévedését, úgyhogy akkor légy szíves, te is vald, vagy ez nem volt jó megjegyzés. Én szoktam olyat mondani, hogy fontostalan. Az is rossz. De akkor nem ülsz velem szemben, akkor biztos azt mondanám, hogy elnézést kérek, nem fontos. Na jó van, hogyha legközelebb te leszel az interjú alanyom, akkor ez eleve érdekes lesz, de akkor a fontostalan és hatékonytalan... Majd akkor elmagyarázom így. És ezeknél, jó, oké, úgy talán megértem. Mondasz valamit a mai műsorodról, vagy maradunk az incinál? A minél? Teljesen mindegy, mondasz valamit. Azt értettem, hogy azt mondtad, hogy maradunk-e az incinál. Ezt mondtam. Néha ezt szoktam mondani, néha még azt mondom, hogy szépen süt a nap így este. De mit mondasz, jelent az, hogy incinál? Nem mondok semmit sem. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem ez volt a mai este csúcspontja, ezután már csak lejjebb lesz, illetve a híradó esetén ismét följebb. Ez egészen biztos, tehát most fönt voltunk, lemegyünk, ismét feljövünk, maradjanak velünk, csupa izgalom az élet, viszontlátásra. Ez volt a híradó, jön az egyenes beszéd, hát reméljük, hogy Kálmán Olgáék azért higgadtabb vitára készülnek. Szervusz, Olga! Nem.
A hatása alatt vagy, látom. Ahogy rúgott az asztal lap alatt, az felejthetetlen. És ráadásul az asztal mérete és formája majdnem azonos, tehát már elképzeltem magam ebben a helyzetben két kolléga társaságában. Tehát mind maga a nyelvi dallam és az egész szituáció zseniális. Vigyázzatok, vigyázzatok, stabil az asztal, nem? Nem, nem. Ráadásul adásban ez a 2010-es kampány volt, amikor az egyik vendég, hát így megfogta, és a kezébe maradt a fele, tehát effektíve leszette az asztalon a felét. Na, de nem egy ilyen vita heves, tehát ez egy csavar engedett el, és nem a vita volt ennyire heves. Na, szóval köszönöm szépen ezeket a vidám perceket Bánó András felelős szerkesztőnek és főszerkesztőnek is, hogy ezt így a mindjárt az összebeszéd előtt beszerkesztett, hogy én egyáltalán ne tudjak megszólalni, csak a könnyeimet törölgessem, és ezek után mondjam el, hogy Balázs Péterrel fogok beszélgetni Angela Merkel és Orbán Viktor mai találkozójáról. Olgának nagyon futott a szekér. Az MSZP nőtagozatától 2008-ban közéleti díjat kapott, de beválasztották az 50 legbefolyásosabb nő magyar listájára is. A kolléganőnk is az 50 legbefolyásosabb magyar nő egyike, Kálmán Olga. Jó reggel, szervusz! Most akkor a következő 10 percben én téged dicsérlek, és aztán... Az teljesen jó, mert ez a kanapé úgyis arra való, hogy így egyre lejjebb csúszok, és a végén alszom, te pedig beszélj nyugodtan. Álmodban úgysem láttak még a nézők. Minden este látnak, ők lehető már álmosak, de nem a műsorodtól, a te felé. Nem, láttak már, csak nem tudták. Igen? Tudsz nyitott szemmel? Hogy ne, de szoktál nyitott szemmel aludni, amikor hosszan beszél hozzád egy politikus? Dehogy. Azon sem csodálkozunk, hogy Gyurcsány Ferenc gyakori vendég volt Olgánál, akár a kormányzati intézkedéseket kellett megmagyarázni, vagy éppen a szakdolgozat botrányt, amit a Hír TV tárt fel. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másolta? Nem. Semennyit? Semennyit. Senkiről? Senkiről. Van egy sógor, annak van egy volt sógor. Annak van egy volt szakdolgozata. Nincs az se meg, nincs az önése meg, de megvan a bírálat. Hát az egyik. Az ön szakdolgozatának a bírálata. És megvan a volt sógor szakdolgozatának egy másolata, tehát az eredeti példány. Majd mindjárt a körülményekről is beszélünk, de amit pillanatnyilag tudunk a Hír TV jóvoltából, az értékelésből, az ön meg nem lévő szakdolgozatának oldalszámait, amikor emlegetik, és megkeressük a volt sógor szakdolgozatában, és az oldalszámok a téma szerint egyeznek. Hát ezt egyszerűen szerintem már nagyon kevés ember van ebben az országban, aki azt gondolja, hogy ön nem másolt ezt a dolgozatot. És így ment ez egészen 2016. decemberéig, amikor felmondott az ATV-nél, és átigazolt az akkor balliberális irányba fordult Hír TV-hez. Simicska elmondta, mi az irány. Első vendége a debütáló műsorban Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke volt. Sőt, többször is. Vona Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Vona Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Vona Gábor emlegette, aki most a vendégem. Vona Gábor a vendégem, Vona Gábor a vendégem, Vona Gábor a vendégem, Vona Gábor, Vona Gábor, Vona Gábor. Olyan jó lett közöttük a kapcsolat, hogy még azt is megengedte, hogy üzenjen Vona a miniszterelnöknek. Ha most erre kapok egy fél percnyi lehetőséget, akkor is valamelyik kamerába belemondhatom a kis üzenetemet. Beszélgessen Orbán Viktorral, mintha itt se lennék. Mondja. Egy fél perc lesz. Melyik kamera vesz az? Teljesen mindegy, majd mi lekövetjük. Hát ide figyelj, Viktor, te korrupt zsarnok. Hogyha azt hiszed, hogy én félek, vagy mi félünk tőled, akkor nagyon tévedsz. Olga néha kifakadt, hogy kormánypárti politikusok nem mennek be hozzá, így maradtak a régi jóspanok. Havas Henriket is behívta, amikor az újságíró molesztálási ügybe keveredett. Mentegetni akarta, de a műsorvezetőt élő adásban alázta Havas. Tettél bármiféle szexuális ajánlatot Bauka Évának? Kezdjük azzal, mielőtt erre válaszol, nem. Tehát kezdjük azzal, hogy azt is lemucikáztad, mint az előbb engem. Visszaemlékszel, hogy amikor először fölhívta, hogy üljek be hozzád, mit mondtál? Nem. Te mocskos disznó. Ja? Együtt voltunk 20 évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonba. Henrik, én ezt nem mondtam. De mondtam. Esküszöm, nem mondtam. De én meg tudom, hogy mondtam. Na figyelj, akkor jó, engem nem raboltak el az UFO-k, hogy ezt biztos, hogy nem mondtam neked. De mondtad. Akkor ezt majd utólag fogjuk megbeszélni. Szóval, Bauka Évát molesztáltad? Nem. Tettél neki szexuális ajánlatot? Nem.
Hadd mondjam már el. A dolog lényeg az, hogy én alig emlékeztem rá. És akkor jelentkezett, valamikor 99 környékéről van szó, tehát valami régen. Jelentkezett egy lány, amikor még videoblogokat gyártottunk, Molnár Miklósa volt egy közös cégünk, és ez a lány jelentkezett, hogy ő emlékszik Baukó Évára, egyszer átment a szobán, és összenéztek a háta mögött, hogy neki fog diktálni a Henrik. És mindenki be volt jelentve, és ha ő 5 hétig az én személyi asszisztensem volt ezzel a személyiséggel, igen, aki állítólag engem elkísért üzleti megbeszélésekre és szakmai tárgyalásokra, akkor vajon be volt jelentve, vagy nem volt bejelentve? Most köznevet, hogy nem volt bejelentve. Gondoltam, hogy ez a sztori vége, hogy nem volt bejelentve. Persze, nem tettél neki szexuális ajánlatot, nem mondtad azt, hogy eltartod. Ettől azt állítja, hogy 5 hétig, ugyanis mi a jelentősége annak, hogy ha az ő az én személyi asszisztensem volt? Hogy van egy függelmi viszony? Hát erre találtam. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát hogyne, csak éppen nem volt köztünk függelmi viszony, mert nem volt alkalmazottan. És ettől függetlenül tettél neki szexuális ajánlatot? Ezt most már 20-szor kérdezed, mondom, hogy nem. Molnár Anikónak? Anikónak? Hát ez egy érdekes helyzet volt, úgyhogy... Jó. Igen vagy nem? Nem. Az MSZP-s pártelit is az első szóra beugrott a Hír TV-be szídni a kormányt és bizonygatni, hogy a szocik a legerősebbek az ellenzéki térfélen. Botka László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miben más ez a mostani ajánlat, mint a 2014-es? Hát ugye alig 6 hónap van a választásokig, tehát eljött a tettek ideje. A politikai maffia hálózta be az ellenzéki pártokat, köztük a sajátomat is, vagyis az MSZP-t, egyebek mellett ezt mondta Botka László akkor, amikor ma távozott a miniszterelnök jelölti tisztségéből. Molnár Gyula a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Fidesz vagy önök saját maguk buktatták meg Botka Lászlót? Egyből belevágunk a közepébe, akkor... Nem, beszélgethetünk a parlagfűmentesítésről, család, főzés, ez az amat. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Nem is mondanám úgy, hogy az álló vízbe dobott követ egy hónappal ezelőtt Szanyi Tibor, mert hogy nem annyira állt a víz az MSZP házatájéken, de minden esetre az biztos, hogy vitát kavart az a véleménye, ami szerint fel kellene számolni az MSZP-t, és újra kezdeni a nulláról. Na, aztán jött a kongresszus, tehát jött a tisztújítás, először még úgy volt, hogy Szanyi Tibor is megméretteti magát, elnöki pozícióba is kerülhet, ebből aztán visszalépett, vagy ebbéli szándékát feladta. Minden esetre ma hétvégén alelnöke lett a pártnak. Szanyi Tibor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És akkor most elkezdi a felszámolást? Nem, ezt a ötletemet, vagy elgondolásomat, vagy felvetésemet nem övezte többségi támogatást. És mit gondolnak, ki volt még gyakori vendég? Természetesen Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, akivel vidáman elcseveréztek az élet nagy dolgairól. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, ötözni. Jó estét. Azt mondta, hogy ne keressenek mögötte rafinált üzenetet, nem kívánok senkit vonzani, csábítani, tényt írok le, még ha istenkáromlásnak is hangzik. A mai demokratikus koalíció jobban hasonlít az 1988-as Fideszhez, mint a mai Fidesz a hasonló nevű egykori pártjára. Hát én nem keresem a rafinált üzenetet, hanem úgy egyáltalán az üzenetet. Mi ennek az üzenete? Megváltozott a Fidesz? Tudtuk. A DK olyan meg, mint a Fidesz? Hát ezt annyira nem tudtuk. 56 évfordulója van, sőt bizonyos értelemben, hogy a köztársaság kikiáltásának is az évfordulója van. Az ember ilyenkor próbál egyszerű kapaszkodókat mondani. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A múlt héten beszámoltunk arról, hogy újabb fázisba, vagy újabb, nem is tudom, állomásához érkezett a DK kampánya. Most azt a témát vették elő, hogy vajon kell-e, helyese az, hogyha olyanok is szavaznak az országgyűlési választásokon Magyarországon, akik egy másodpercig nem éltek Magyarországon, és egyébként nem is vállalják így a döntésük következményét. Tehát itt a határon túli és állampolgársággal rendelkező magyarokról van szó. Aláírásgyűjtési akcióba kezdtek, és azt mondják, hogy eddig soha nem látott, vagy hát mindenképpen nagyon népszerű, hogy soha nem látott, azt nem tudom, de nagyon népszerű az aláírási kampányok. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igaz? Tehát, hogy tényleg dőlnek az emberek, és írják alá ezt az ívet?
Hát vannak egészen megdöbbentő jelenetek, tehát kiúzó sorok. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát, mit mondjak, most már évtizedek óta kicsit keserűen, de inkább mosolygunk ilyenkor évelején a politikusi vagyonnyilatkozatokon. Különösen akkor, amikor azt látjuk, hogy éppen hatalmon lévők nagyon szerényen élnek, többnyire semmi nincs a nevükön, többnyire családtagok is nagyon szerényen élnek, és évről évre sem sikerül gyarapítani a vagyonukat, hanem sokkal inkább eladósodni, hogyha annyira jól megy, ahogy ezt hallhatjuk, sőt láthattuk már óriás plakátokon is az országnak, és fejlődünk, és egyre följebb jutunk, akkor mondjuk elég furcsa, hogy csak a politikusok nem jutnak följebb, így családostól sem. De hát ez csak a rövid összegzése volt a minden év elején megszokott vagyonnyilatkozatok elemzésé. És hogy is mondjam, abból kiolvasható tanulságának. Nos, ezzel kapcsolatban ma egy érdekes hírt olvashattak Önök, a kormánypárti sajtó írta meg, és vette át egymástól, hogy Gyurcsány Ferencnek viszont a bevallásán kívül, felül, aztán kiderült, hogy belül, eltitkolt osztrák bankszámlája is van. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Eltitkolta? Dehogy. Titkos bankszámla? Nincs. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Meddig lesz még műsora? Ma este lesz még? Jó műsorokat kell csinálni, köszönöm szépen mindenkinek. Fogok én még tárgyalni Orbán Viktorral. És akkor mi van? Tarlós István is szokott tárgyalni Orbán Viktorral. Szerintem ez a kettő különböző lesz. Mindenki ülve marad, tök jó műsorokat ajánlunk, most is. Persze nem maradt ki Dobrev Klára sem, aki mint az Altusz vezérigazgatója volt Olga vendége. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Talán emlékeznek rá, pár héttel ezelőtt Dajs Tamás jelentette azt be, hogy az Olafhoz, vagyis az Unió csalás elleni hivatalához fordul, amiatt, mert hogy Gyurcsány Ferenc cége annak a Ceglédi Csabának adott kölcsönt, akiről ugye azt tudjuk, hogy éppen a rendőrség fogvatartását és vendégségét, vendégszeretetét kell, hogy élvezze. Itt az iskola szövetkezeti ügyekről vagy ügyről van szó, és ez már többször szóba került a parlamentben is. Szóval Gyurcsány Ferenc cége kölcsön adott Ceglédi Csabának. És Gyurcsány Ferenc cége pedig az Uniótól kapott megbízást, vezette le a következtetést, és vonta le a következtetést Dajcs Tamás. Tehát, hogy gyakorlatilag az Unió pénzét adta egy olyan embernek, akit egyébként költségvetési csalással vádolnak. Na ebből, meg még sok-sok korábbi ehhez hasonló kijelentésből lett személyiségi jogi per, és az egyiknek ma volt a harmadfokú tárgyalása. Dobrev Klára a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön az elmúlt hetekben, hónapokban, de legalábbis az ügyvédei folyamatosan tárgyalásokra járnak? Hát nagyon sokat jártunk tárgyalásra, én magam is egyébként több tárgyaláson részt vettem, ahol részt vehettem. Egyébként éppen Ceglédi Csaba volt az ügyvéde a cégnek, úgyhogy vele együtt jártunk tárgyalásokra, hát és most, hát nagyon most éppen vegyes. Nem. Most a mennyasszonya, az, aki a cég ügyeit is tovább viszi, nagyon felkészült és jó jogász, úgyhogy azt hiszem, hogy vele is sok mindent el fogunk kérni, de persze mindig a magyar bíróságokon is múlik, hogy milyen eredménnyel. Nézzük a mait, aztán majd nézzük a többit is. Tehát ez egy személyiségi jogi per volt. Ennek az volt a tárgya, amikor Dajs Tamás azt mondta, hogy az Olafhoz fordul, mert hogy itt az Unió pénze gyakorlatilag egy olyan emberhez került, Gyurcsány Ferencen keresztül, és az ő, ami egyébként nem az ő cége, de ezt majd mindjárt tisztázzuk, egy olyan emberhez, akit viszont költségvetési csalással gyanúsítanak. Ez most nem az az ügy, igen? De már csak azért is bele lehet zavarodni, hiszen a magyar bíróságok nem működnek ilyen gyorsan, hogy egy hónap alatt gyanús, döntést hozzanak. Október 12-én állt ki ezzel. Nem, ezek sajnos még 2015-ben történtek, és az volt az az időszak, amikor Orbán, Lázár, Dajcs, és még nagyon sokan, csak azért az embernek van egy kapacitása, hogy mennyi pert tud indítani, össze-vissza hazugságokkal jelentek meg a nyilvánosság előtt. Ez akkor volt, amikor az Altusz egyébként kelet-európai cégek között tényleg egyedüliként, és erre nagyon büszke is vagyok, egy keretszerződés vezetőjeként, egy konzorcium vezetőjeként nyert Brüsszelben egy nagy keretmegállapodást, és onnantól kezdve Orbánék gyakorlatilag megőrültek. Annyira gyönyörű volt ez a két nő egy stúdióban. De nem tartott sokáig a boldogság, és az egyenesen sem. 2018. augusztus 1-én visszakapta a Hír TV-t a balliberális karmok közül a jobb oldal. Olga műsora még aznap megszűnt. Meglepte önt a döntés? Meglepette? Nem lepett meg a döntés. Hát ez
Szerintem már senkit nem lepett meg a szakmában ez a döntés. Na, hogyan képzel... Annyit hadd mondjak el, hogy én még a felmondási időmet töltöm, és akkor így ebből adódóan én nem tudok a cég ügyeivel kapcsolatban nyilatkozni senkinek semmit. És hogy önnel mi lesz, hogy az ATV-re megy vissza, vagy hogy képzeli el a jövőjét? A felmondási időmet töltöm, és ebben az időszakban, mint ahogy amikor eljöttem a korábbi munkahelyemről, akkor sem tudtam, szerződésileg sem, és szándékilag sem, tehát nem is akartam semmit mondani. Tehát itt is köt a szerződésem a felmondási idő alatt. Annyit szeretne a médiában maradni? Hát szerintem, aki engem ismer, az tudja erre a választ, igen. Szerintem ezt is tudják már. Bemutatkozott az új vezetőség, ennyi. Bemutatkozott az új vezetőség, és az élet megy tovább. Jó műsorokat kell csinálni, ennyi. Jó műsorokat kell csinálni. Meddig lesz még műsora? Ma este lesz még? Jó műsorokat kell csinálni. Köszönöm szépen mindenkinek. Igen. Na jó, majd beszélünk. Szia, Gyuri. Kálmán Olga rápihent, majd az interneten tért vissza. Saját vlogján keresztül ismertette a nézőkkel azt az öt pontot, amit 2018. decemberében az MTVA székház foglaló politikusai akartak beolvastatni a köztévében. Szép napot mindenkinek! Ez itt nem az állami tévé, sőt, semmilyen tévé, mert mint tudják, nekem arra mostanában nincs lehetőségem. De a szabadságra mindannyiunknak kell, hogy lehetősége legyen. Több tízezren fejezték ki akaratukat az elmúlt napokban az utcán, melyet ellenzéki képviselők fogalmaztak és foglaltak össze öt pontban. Ezt az öt pontot viszont az állami tévé vezetői nem hajlandók nyilvánosságra hozni. Olyannyira nem, hogy vitatható jogkörű biztonsági őrökkel kidobták és kidobatták az ellenzéki képviselőket a köztévé, vagyis egy közintézmény épületéből. Természetesen nem tudom helyettük elvégezni a munkát, nincsenek meg hozzá az eszközeim, a lehetőségeim. De újságíró vagyok. Szabad újságíró. Ezért most itt, a saját magam eszközeivel, nyilvánosságra hozom azt, amit több tízezren követelnek az utcán. Ez tehát az öt pont. 1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonása. A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan. Vonják vissza a szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt. 2. Kevesebb rendőri túlórát. Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós maximum. Tartsa be a kormány a saját törvényeit. Értük is tüntetünk. 3. Független bíróságokat. Állítsuk helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét, nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból. 4. Európai ügyészséget. Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. 5. Független közmédiát. Nem akarunk több pártállami propaganda híradót látni. Követeljük a sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel azonnali leváltását. Ne hátráljunk meg, míg a hatalom nem teljesíti követeléseinket. Ne hátráljunk meg, míg a hatalom elnyomja a dolgozó magyarokat és kilopja a szemüket. Kelt 2018. december 16-án. A műsorvezető remekül elbeszélgetett a neten a vendégeivel arról, hogy Európát kell választani. Hogyha ön most politikus lenne, ami ne utasítsa vissza, csak egy gondolati kísérlet, akkor milyen hívószavakat fogalmazna meg? Mi lenne az az üzenet, amivel arra buzdítaná választókat, hogy menjenek el szavazni? Hát, hogy Európa veszélyben van. Az az Európa, amelyhez tartozni akartunk, és úgy tűnik tartozhatunk, az most komoly veszélyben van, nem a migránsok fenyegetik Európát, hanem azok a szélsőjobboldali euroszkeptikus pártok, amelyekhez Orbán is tartozik, amelyek Európát szét akarják rombolni. Úgy hívják, hogy nemzetik Európája, de ez valójában azt jelenti, hogy nem lesz Egyesült Európa, hogyha ezek kerülnek túlsúlyba. És ezen a választáson nagyon sok múlik. Ezen múlik az, hogy az európai centrista erők, a józan erők meg tudják-e őrizni és folytatni, tudják-e azt az utat, amelyen megindult Európa bő fél évszázaddal ezelőtt, vagy visszafordul és darabjaira esik. De valós a veszély, hogy túlsúlyba is kerülhetnek?
Minden esetre vissza tudják fordítani az integrációs folyamatot. Megvannak azok az erők Európában, azok a nacionalista erők, amelyek emellett vannak. Orbán Viktor is ide tartozik? Orbán Viktor abszolút ide tartozik. Orbán Viktor nem szereti, hogyha hatalmának korlátai vannak, és egy valóban egyesült Európa hatalmára korlátokat jelent. Szeretnél beleszólni abba, hogy milyen legyen az egészségügy? Szerintem igen. Van elképzelésed arról, hogy milyen a jó oktatás? Igen, van. Költsük erre az uniós pénzeket, a mi pénzünket? Hát persze. Ezt egyenként nem tudjuk befolyásolni, de összefogva igen? Igen. Május 26-án ezért kell mindannyiunknak elmenni szavazni. Ez az én Európám. A miért? Mindannyiunké. Az EP választás után Gyurcsány úgy érezte, ő lett az ellenzék vezére. Éppen ezért úgy döntöttek, saját jelöltet indítanak az előválasztáson. Ki mást, mint a mindig független és objektív újságírót, Kálmán Olgát. A mai napon egy olyan főpolgármester jelöltet bátorítottam, és egy olyan főpolgármester jelöltet szeretnék a budapestiek figyelmébe ajánlani, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy megalkuvások nélkül és kőkeményen küzd Orbán rendszerével szemben, és az őt mindenben kiszolgáló Tarlóssal szemben. Egy olyan főpolgármester jelöltet, aki nem megosztja, hanem egyesíti azokat a szavazókat Budapesten, akik változást szeretnének. Nem pártag, nem is volt pártnak tagja soha, és ezért minden olyan budapesti számára egy jó megoldást lehet, jelenthet, és egy bíztató jövőt jelenthet, akik rászavaznának. Egy olyan főpolgármester jelöltet szeretnék önöknek ajánlani, akitől bizton várhatjuk azt, hogy Budapest levegője újra egy kicsit szabadabb lesz. Hogy az a virágzó, sokszínű kulturális élet, amelyet iszonyatos erővel akar eltiporni Orbán rendszere, az egy kicsit fellélegezhet. És hát, hogyha levegőről beszélünk, akkor egy olyan főpolgármester jelöltet, akiről tudjuk, hogy kőkeményen fog azért küzdeni, hogy szabadon sétálhassunk gyerekeinkkel a belvárosban, és ne kelljen attól félnünk, hogy milyen levegőt szívnak be. Egy olyan főpolgármester jelöltet szeretnék önöknek javasolni, aki fel fog lépni mindenfajta mutyival szemben, aki vigyázni fog a budapestiek pénzére, aki nem hagyja, hogy bárhonnan is jövő összejátszásokkal megkárosítsák a budapestieket mondjuk a nagyobb beruházásoknál. Úgyhogy szeretném a budapestiek figyelmébe ajánlani, hogy a főpolgármester jelölti előválasztáson szavazzanak Kálmán Olgára, és októberben pedig Kálmán Olga főpolgármesterségére. Köszönöm. Az európai parlamenti választás szerintem pontosan megmutatta, hogy a választóknak az az akarata, azt szeretnék, ha minél több új szereplő lenne a magyar politikában. Aztán, hogy miért Dobrev Klára mutatott be engem? Hát Klárának nagy szerepe van abban, hogy rászántam magam erre a lépésre. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy egyébként a politika megérett arra, hogy új szereplők lépjenek színre, és mindketten azt szeretnénk, ha minél több nő vállalna közéleti szerepet ebben az országban. Még aznap este szélvész sebességgel berohant volt munkahelyére az ATV-be, hogy megmagyarázza, ő nem is valódi politikus. Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet látják, Rónai Egon vagyok, és aki az én vendégem ma este, az első a sorban, Kálmán Olga. Szervusz, jó estét kívánok. Mindenkinek. Ugye a kedves nézőknek azt nem kell elmagyaráznom, hogy mi elég régóta ismerjük egymást, elég sokat dolgoztunk együtt, és kollégák vagyunk, tehát értelemszerűen tegeződünk, de én most mégis azt javaslom, hogy a helyzetre való tekintettel és a helyzetet megillető tisztelettel, mert ő politikus lettél a mai naptól, váltsunk át. Nem mondod, magázodjunk vissza, szerintem... illetve nem vissza, mert soha az életben nem magázodunk. Soha nem, de akkor most ezt kezdjük el, mert hogy adjuk meg a formát, jó? De én nem lettem politikus így a mai naptól kezdve, vagy az lettem, hát szerintem. Egy főpolgármester jelölt, az politikus? Annak számít. Én azt gondolom, hogy igen. Funkciót vállal, vagy vállalna, és jól van, kedves műsorvezető úr, mondja. Köszönöm gyakorlok. Szépen. Fog ez menni. Az mennyire egzisztenciális kérdés, elvállaltad ezt a felkérést? Elvállalta, látod? Még de majd visszaállunk. Neked sem megy magának. Egzisztenciális, na most ez aztán abszolút eszembe nem jutott. Tehát nekem fogalmam sincs, hogy mennyit keres a főpolgármester. De tényleg, de azért néztem rád ilyen nagy szemekkel, mert hogy
Nem az, hogy ez volt a legutolsó, ez egyáltalán nem szerepelt semmilyen érvrendszerben, vagy semmilyen gondolkodásban, hogy hú, de jó keresete lehet a főpolgármesternek. Jó, azt talán nem, de hogy kell valamit találni az embernek, hogyha ha hirtelen nincsen úgymond fix De nekem munkája. Nagyon sok munkám van. Tehát, hogy én nem munkát kerestem, nem erről van szó. Tehát, amit én... Feladatot? Azt se kerestem, inkább azt mondom, hogy feladat talált meg. Komolyan gondolom, hogy a budapestieknek van annyi erejük, hogy vannak bizonyos kérdések, vannak olyan dolgok, amelyeket ki tudnak kényszeríteni. Erre szoktam mondani legjobb példaként az internetadó elleni tüntetést. De bíz bennem, fogok én még tárgyalni Orbán Viktorral. És akkor mi van? Tarlós István is szokott tárgyalni Orbán Viktorral. Szerintem ez a kettő különböző lesz. Nem tudhatjuk. De én igen. A másik félen is múlik. Én igen. Jó. Köszönöm szépen. Én is. Ha nem várjuk hiába az előválasztást, mert legalább van miről beszélnünk. Tehát nem fogunk itt unatkozni a nyár kellős közepén, mert eddig azt megszoktuk, hogy így nyárra nagyjából eltűnnek a politikusok. Mi is elmehetünk pihenni, de hát most úgy tűnik, hogy permanens kampány van, vége az EP kampánynak. Most kicsit viccelődünk és élcelődünk az ellenzékieken, aztán majd valamikor augusztusban belecsapunk a levesbe. Az Budapest szégyene lenne, hogyha októberben két jelölt állna egymással szemben, mondjuk Tarlós István, aki biztosan ott lesz, és Kálmán Olga vele szembe, aki majd legyőzi vagy legyőzheti Karácsony Gergelyt, és mondjuk a főpolgármester választáson Kálmán Olga kerül ki győztesként, hogyha a budapestiek ebben a felállásban váltásra szavaznak. Ez számomra teljesen elképzelhetetlen, már csak azért is, mert látjuk Kálmán Olga mostani frissen összedobott programját, ami négy semmit mondó programpontból áll, tulajdonképpen nevetséges fércmunka az egész, semmilyen víziója, elképzelése nincsen Budapestről, miközben Tarlós Istvánnak nagyon komoly városvezetői tapasztalata van. Kálmán Olgának ezzel a dallal kívánunk vidám előválasztást! Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!